Ki kell mondani, ez a játék jelenleg mindent összevetve, sajnos a szerverhibákat is, a konzolos hibákat és mindent, jelen pillanatban ez a játék egy... Na csőn mindenkinek, én Gergő vagyok, és ez pedig itt a Hangé csatorna. Egy eszméletlen nehéz videóhoz érkeztünk el, ugyanis mondtam nektek, hogy van egy part 1, és ez pedig a part 2, és ezzel lezárjuk a test drive-nak a Megjelenése után történő értékelést. Azt szeretném kérni mindenkitől, ha követed a csatornámat, ha nem követed a csatornámat, ha érdekel ez a játék, vagy egyébként szoktál nézni videókritikákat, nézd meg a part 1-es videót, még most ezt itt zárd be, és nézd meg. És nézd meg azt, hogy 10 kötőjel, 15 óra játék után, de szerintem már 11 körül voltunk, mit mondtam a játékról, és akkor is elmondtam, hogy még annyi mindent nem láttam, hogy még ezt így nem lehet, nem lehet. És most 30 plusz órával van egy kialakult kép a fejembe a játékról, és nézzétek meg azt, hogy mennyivel másabb. És vannak olyan YouTube csatornák egyébként, ahol játékteszteket csinálnak 3-4 óra játék után. És ez nagyon nagy probléma, de csak egy tip, én azt nézném meg először a helyetekből, hogy ott mit mondtam, és nézzétek meg utána ezt, hogy mit mondok egy, úgymond már egy majdnem kijátszás után. Szóval Test Drive Unlimited Solar Crown egyébként... Azért is mondtam, hogy ez a videó eszméletlen nehéz lesz, mert nem akarom a játékot. Ikázni, azért sem, mert maga a játék egyébként koncepcióját tekintve nem rossz. És most nem bemutatni fogom a játékot, lehet benne öltözködni, lehet benne autót venni, lehet benne versenyezni, nem sokban térül az elődjeitől, tehát én azt mondom, hogy amit láttam az elődökből, volt ilyen, hogy a házvásárlás az ugye majd jönni fog, meg kaszinóról volt szó, szóval az nem tudom mi volt az előzőben, ennyire nem voltam benne, viszont ezen kívül, amit én láttam, hogy egy per egy olyan, mint az előző részek, szóval abból a szempontból jó. De mit mit is rontott el a nakon első körön? Azt, hogy a játékot test drive-nak nevezte el. Mert rengeteg ember fejében, sőt, meg kockáztatni, az emberek 80%-ának a fejében az a kép van, hogy ez a test drive-nak úgymond most már az ötödik része, ha jól számoltam a részeket, de azon kívül volt egy csomó másik test drive, szóval már öt, öt, felett vagyunk, de ugye volt a test drive 1, test drive 2, unlimited 1 és 2, és most van ez az unlimited solar Crown. Ezen kívül volt több test drive is, de most legyen az, hogy ez az ötödik, jó? Test Drive-nak nevezték el, ha ezt bármi másnak nevezik el ezt a játékot, akkor ez most egy tök jó értékelés lenne részemről. De így, hogy Test Drive lett, és figyelembe kell venni az embereket is, hogy ők hogyan állnak ehhez, ezért muszáj Test ként értékelni. És innentől kezdve, hogy Test Drive a neve, a Need for Speed, a Forza és a Crew környékére kell valahova a játékot belőni, mert ez is egy ilyen óriási autós játék cím volt annó, tehát ezt valahogy így kell sajnos kezelni. Valamint az árakkal kapcsolatban is, hogy árérték arányban mi a jó, azt most szeretném leszögezni, nem tudok rá mit mondani, mert ha Józsi keres havonta félmilliót, akkor neki olcsó. Ha Pisti keres havonta 250 et akkor neki drága. Hogyha valaki iskolába jár, mondjuk, mondjuk Pityuka, akkor neki meg eszméletlen drága, ha anyuci nem, nem, nem vesz meg neki mindent. Tehát nem lehet az árat úgy nézni, hogy drága vagy olcsó. Ezt mindenkinek, mindenki maga dönti el, hogy mi az, hogy drága vagy olcsó. Valamint, Sokan írtátok, hogy ezt mert rengetegen írták, hogy PS3-as grafika undorítóan néz ki. Skacok, gyönyörű a játék. Gyönyörű a játék, egyetlen egy baj van vele hogy nem láttam, de velem, hogy nem láttam konzolon, nem látok normális konzol tartalmat, úgyhogy ha Discordra beküldenétek, hogy konzolon mennyire szar, megnézném, mert PC-n nem, nem, csúnya a játék, szerintem. Legalábbis ahogy én nézem, PC-n elég durván néz ki. A megosztod a játékot első benyomásra, azt az érzetet kelti, hogy nagyon jók a hangok. De tényleg, írtátok kommentbe is, hogy nem, tényleg jó a hang, nagyon szépen szól, eszméletlenül szép. a durogások is nagyon zseni. Remélem hallottátok, nagyon szépet pukkan a kipufogó. Bemegyünk egy parkolóházba, egyenesen kimagaslóan prémium, az a visszhang, az minden. Az, ahogy kamerát vált az ember és változik a hangja az autónak, tudom, hogy ez nagyon sok játékban benne van, de nagyon el lett kapva. Hogy, hogy, kiadja a hangváltozásokat, maga a hang eszméletlenül el lett kapva a játék. Néztem egy külföldi videósnak a komment szekcióját pont ezzel kapcsolatban, hogy a hangról beszélgettek, egy elég nagy külföldi videósnak. És ott egy olyan vita ment, hogy a krúnak mennyivel jobb a hangja, és a Drive-nak mennyivel rosszabb, vagy mennyivel jobb, és ott arra abba maradtak, hogy a krúba túlságosan egysikúak az autó hangok, amit nem igazán értek, és a test drive mennyivel változatosabb, vagy mennyivel, mennyivel, jobban elkapta a hangokat, ott valahogy még ez még a bétánál, tehát a bétánál megjelenés előtt két héten, el, ugye konzolosok előbb játszhattak, drágább kiadással, jó, tehát három héttel előbb, akkor még én nem tudtam ugye a Gold edition PC-n egy héttel előbb játszani, szóval nekem utána derültek ki a dolgok. Ami még nagyon jó, hogy el lehet menni ilyen autó tuningolós helyekre, egyébként ezek a gyűjtögető cuccok, ez elég el tudja az ember idejét vinni, szóval el tudsz menni ilyen autó tuningolós helyekre, és akkor például mondjuk itt van DJ Iggy Vara tuningolja a porsche és te látod, ahogy építi az autót, vagy ahogy én is mondjuk ide állok, meg ott van még egy, hogy építjük a kocsit, és láthatjuk egymást. Szóval mondjuk, hogy haveroddal elmentek, akkor tudják nézni mondjuk, hogy ő hogyan tuningolsz. mondjuk Ez is tök jó ki van találva. Ezen kívül a térkép kellően nagy, azt nem mondom, hogy olyan rettenetesen változatos, de vannak földutak, meg vannak utak, van egy-két versenypálya is, talán egy vagy kettő, amit én láttam, nem sokkal van egyébként több. Nagyon sok lehetőség van driftelni, Uh, tényleg sok a kanyonszerű, ilyen, ilyen hegyi útszaka, az elég sok van, vannak földutas ugyanilyen részek, vannak ilyen tengerparti részek, mondjuk az annyira nem durván tengerpart, de van nagyjából minden, rengeteg verseny, tehát ha megnézitek, rengeteg, rengeteg verseny van, uh, nagyon sokféléből lehet választani, van sprint, körverseny, uh, time attack, ilyen klánháború, de ugye van a street, és van a sárp, van ennek kettő, mind a kettőnek van egy ilyen főhadiszállása, az egyik ugye egy ilyen underground szórakozó hely, a másik pedig egy ilyen luxus hotel szerű tulajdonképpen, ott keveset voltam, úgyhogy hogyha nem pont luxus hotel, akkor majd kommentel javíthatok ki, de amit én láttam bőle, egy ilyen nagyon fancy épületről van szó meg vannak ilyen meeting pointok, -ok, ahol lehet teleportálni, teleportálhatunk garázsokba, ahol mind, vagy a boltokba, ahol mindig cserélődik az autó kínálat állítólag. Én ezt annyira nem figyeltem meg, de lehet, hogy így van, nekem ezt többen jelezték. Ezen felül vannak még benzinkutak, ahol lehet autót cserélni, nem csak ott lehet, egyébként a mindegyik épületben lehet autót cserélni, ez meg ugye javítani lehet még a benzinkúton ugye az autó. Ezen kívül lehet ö, mindenféle ilyen, ja meg van ilyen szállít, ez mondjuk hogy nem tudom mi a francia verseny, na, de mindegy. Ezen kívül vannak ilyen fitek, amiket ugye lehet nyomni, speed van szó, igazából csak az van, szóval ja. Az autók számát pontosan nem tudom, mivel cserélődnek az autók, annyira nem lehet megmondani, de körülbelül 100 féle autó van, vagy kicsit talán lehet, hogy több, nem néztem utána, mert annyira nincsen sok egyébként a játékban, de azért bőven elég sok van, hogy ne unatkozzám. Szóval nagyjából mindent láthatok, meg van ilyen ranked rendszer, ami nekem a mai napig nem indult el. És akkor most fordítsuk meg ezt a dolgot, most elmondtam, hogy nagyjából mi van a játékban, Beszéljünk arról, hogy hol baszta el a nakon. Az első az, amit még én védtem is, azért is mondtam, hogy nézzétek meg az előző videót, Vettem a játékot azzal kapcsolatban, hogy azért csak-csak megjavítják a szervereket. Most nem tudom, hogy most már jó, mert egy hete nem nyomtam, vagy kb. egy közel egy hete, de nálam már, amikor két hét után is mindenféle szerver problémák vannak, az már gáz. Remélem ezt orvosolják, szerintem fogják is, de ez gáz. Ezen kívül, ami probléma, szerintem a játékkal kapcsolatban. Ugye mondtam nektek ezt a nagyon menő dolgot, hogy a workshopban lehet látni azt, hogy mondjuk ideállok, én tuningolom az autómat, oda megyek, megnézem uh, kispistit, ahogy tuningol, vagy ott van uh... Willy nézhetem, majd tuningol, csak az a baj, gyerekek, hogy nem lehet tuningolni. Tehát a motorikus tuning van, minden más az nincs. És ezzel azért probléma, egy probléma, a kozmetikai tuningokból van olyan, hogy matrica, community egyelőre nincs, library, ott sincsen, csak hogy most nem tudom, hogy esetleg a másikban lehetett volna, te én, én nem találok ki, hogy community. Ezen felül van olyan, hogy kozmetik parts. Na most itt tudok választani, most számoljuk is meg, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30 kerékből, felniből. És ezeknek a méretét nem lehet változtatni. hogyha neked ekkora felni van a kocsidon, akkor akkor a felnit fog rátenni, szóval katasztrofális. Ezen kívül még optikailag lehet ablakokat színezni, amiből nem tudom, hogy mitől rér a legnagyobb, mivel megvan az összes, tehát nem tudom, hogy mitől ritkább, meg van belső festés, de eszméletlenül gyengén van megoldva. Szóval, hogy ezen kívül pedig van egy olyan lehetőség, hogy motorikusan tuningoljuk az autót eszméletlen gagyi piktogramokkal, ugye valamelyik egyébként a fék meg a rugó, hogy a lengés elég korrektül néz ki, de egyébként ez, amit ezt már elmondtam, nem akarok többször bemenni, Ikea a lámpa, harang, meg ez a turbónak kinéző valami, tehát hogy nem tudom, tehát ez eszméletlenül gagyin van megoldva az összes piktogram. Ugye nyilván a turbó az turbó, tudjuk, hogy ez turbó, amit rá lehet tenni a kocsira, de hogy akkor kicsit beszélgessünk erről, hogy tulajdonképpen amíg a fék cserénél sem változik a fék tárcsa, amit már az Underground kettő is tudott, most leszarom, hogy nit for speed, vagy nem nit for speed, csak azzal játszottam sokat, de hogy még az is tudta, úgyhogy ez így igen, elég gatya. Van olyan terepjáró, amelyiknél nem is változik a gumi. Ennél például változik, de van, amelyiknél nem is változik a gumi attól függetlenül, hogy mit teszel rá. Jó, ide jövünk a kis nőciki, ez aki nagyon boldogan néz ránk, úgyhogy cserélünk egy autót. Na, van nekünk egy nagyon-nagyon-nagyon szép Ford géténk, ami tudjuk, hogy kompresszorral jelent meg, és egy kérdőjeles volt, de utána néztünk, kompresszoros a járgány, ugyan lehet beletenni turbót, tehát azzal semmi baj nincs, lehet beletenni turbót. Bemegyünk a performanceba, és tény, tény is való, hogy igen, tehát, hogy biturbo, meg antilag, meg powerful, meg responsív, tehát, hogy turbót lehet beletenni a kocsiba, ez tény, de amikor kimegyünk a... Sőt, én azt mondom nektek, hogy vegyük le ezt Most nincs benne turbo. Nézzük meg így, aztán visszajövünk és megnézzük nem így ez a kocs. Ugye mondtam a hangokat, hogy azért azok elég rendben vannak. Igen, itt nincsen turbó hang. Itt nincsen turbó hang. Erre volna kíváncsi, hogy van-e turbó hangja a kocsinak, de alapvetően nincs. Viszont ami számomra egy kicsit így, nem tudom, hogy ezt hogy mondjam, de zavaró gyerekek, hogy ö ugye még akkor nem nagyon figyeltünk erre oda, de belerakod a nagy turbót, mert hogy miért nem, mert hogy amúgy bele, belerakhatod, de ugye a kompresszor még mindig látszódik az ablakon keresztül, tehát látszik a kompresszor a feltöltő ugye fent a kocsinak, ahogy látjuk a motort, de mégis a turbó, tehát ott van fent a kompresszor, és turbó hangja lesz, a turbós hangja lesz a kocsinak, ami általában van olyan autó, amiben van turbó és kompresszor, de nagyon ritka. Szóval mindegy, ezen még lépjünk tovább. Na figyeljetek! Beülünk az autóba. Szerintem nagyon szép az a tükröződés a számlapokon. Nagyon szép minden egyébként. Szerintem rendben van az autó, tehát tényleg jól néz ki. Én nem nagyon tudnék belekötni, de egy dolgot azért észrevettem, hogyha ebbe a nézetbe váltunk és hátrafordulok. Hoppá, kicsit úgy néz ki ez a grafika, mint visszamentünk volna 15 évet az időbe. 2024, 2004 gyerekek, hogy így mi történt? Hogy kérdezzem már meg a készítőket, hogy hogy előre jól nézünk ki, hátrafelé meg mi van. Tehát, hogy a motorral mi a franc van. Ugye ez a gáz, hogy átmegyünk fotómódba, és akkor így tényleg így benéz az ember, sőt a levelek is egyébként mondjuk ez most pont úgy néz ki, de hogy de hogy mindegy megálltunk, szerintem azért maradtak így, mert ezek még ugye zuhanásban lennének, csak ugye megálltatok az időt. De hogy így tényleg, tényleg könyörögve kérek mindenkit, ez, ez mi? Ez, ez. Mi, 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 a franc ez? Elmegyek ide például a Ferrari uh, helységébe, vagy a boltjába, és akkor va, van egy érdeke... itt nem is értem gyerekek, tehát elmegyünk mondjuk ide, itt van ez a, itt van ez a gyöngyszem, ez a szép kocsi, kinyitod az ajtót, ablak leteker, és egyébként az a durva, hogy de szépen félreállok, hogy modba tudjak kovályogni, szóval alcantara alkantara szépen textúrázott bőr, ott látod, ahogy kijön belülről az, az a varrott rész is szépen kidolgozva. Nagyon szépek a gombok, de tényleg szépek amúgy. Mondjatok nekem bármit rá, de hogy ez, ez, ez a játék itt szép, tehát ebben nem nagyon tudok belekötni, csak találnám meg a pontos szöget. Tehát látszódnak, a feliratok is egyébként látszódnak, szerintem a jobban belezoomolunk, így van. Nagyon szép, minden nagyon szép. Textúrázott kormánykerék, a varrás is szerintem szépen ki van dolgozva. Hát egy kicsit sarkos, de amúgy ott is, ott is a varrás gyerekek brutális a szőnyegen. Tehát lehet bármit mondani erre a játékra, de hogy ez nem csúnya, az ülés is nagyon szépen meg van csinálva, szerintem szépen ki van dolgozva. Itt is a biztonsági jövő gyönyörű, de tényleg minden a helyén van. Hát csak aztán menjünk el a motort, de itt váljunk még a motortérre, itt is, ha megnézitek, a rácstól kezdve, én nem nagyon tudnék belekötni, szóval, szóval, azt mondom, hogy kidolgozottságilag a lámpa is minden patika, patika tényleg patika, ebben nem nagyon tudok belekötni. Amikor ideérünk a motorhoz, és még a szebbik motor, tehát hogy, hogy de a levegőszűrőt, mint hogyha már ahogy haladunk lefelé a motortérbe, úgy lesz egyre undorítóbb. A trafók konkrétan vicc kategóriát képeznek, tehát hogy tényleg átmegyünk, de még az, ez még jó, mert csillog egyébként, tehát ez még, ez még azt mondom, hogy még az istenes kategória ez a motor. De itt van például a Ferrari Enzo nak a motorja, ami szintén dob, hogy ezek a bilincsek ilyen csillognak valamennyire, de az egész összkép, tehát hogy hogy nem tudom, tehát annyira üres, semmilyen, tehát egyszerűen katasztrofálisan néz ki az a kidolgozottság. Tehát ez szerintem, szerintem ez nem így kéne kinézzen. Nem tudom, itt meg egy másik Lamborghini, igazából, e, e, gyerekek, ez katasztrofális. Tehát, hogy, hogy itt nem tudom, mint hogyha nem lenne meg az összhang. Tehát nézz itt, én nem akarom elhinni tényleg, hogy ez itt hogy történt. Tehát, hogy az ajtó az meg van csinálva. Az ülés meg van csinálva. A belseje meg van csinálva. Tényleg az alkantara textúra brutális. És, és, akkor a motortér meg kegyetlen szar. És akkor figyeljetek, tovább megyünk. Mint mondtam, az autó hangok nagyon jók. Na most ugye vannak ezek, amikor poharakat ütögetnek, és függvényében, hogy mennyi víz van a pohárba, ugye változtatható a, a hangja, hogy amikor megütöd, milyen hangja legyen. Na most ugye ennek, én ugyanúgy úgy gondolom, de nem vagyok egy nagy, nagy, szakértője, de azért szerintem most igazam van. A kipufogónak a csatogás, a durogás a nagyban függ attól, hogy mekkora a kipufogó átmérője, milyen hosszú, mekkora durran, stb. 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 szóval az élessége, a karakterisztikája, a, a dübbenése az mind változik annak függvényében, hogy milyen kipufogót használsz. Na de ebben a játékban ez nem így van, ebben a játékban minden autónak a durogása ugyanaz. És amikor úgy érzed, hogy nagyon jó az autó hangja, akkor sajnos nagyon hamar rájössz arra, hogy nem, nem jó, csak jó lenne, ha nem lenne szar. És ez azért probléma, mert ami az elején, tényleg, amit mondtam nektek, hogy jónak tűnt, az a végére már zavaró lett, idegesítő és borzalmas. itt ülünk ebben az autóban, a visszapillantó tükörről már ne is beszéljünk, ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi és legendás Mercedes, aminek az igazi hangját akkor hallhatjuk meg, amikor beindítjuk. Figyeljétek! De arrébb megyek egy kicsit. Szóval még egyszer, hogy a város zajától szépen eltávolodtunk, és szeretném nektek akkor most itt nagyon hallhatóan bemutatni, milyen hangja van az autónak, amikor beindul. Megvan. GTA 5 be is van hasonló, szerintem, az, nem abban is hasonló hangja van. Majd amikor elindul... Én szeretem a Lamborghini-nek a V12-es hangját. Nekem nincs vele bajom. De nem a Merci 300 eselben. Hogy, hogy így. hol lesz? Tehát nem, nem értem, hogy, gyerekek, hol lesz ez a hang? Tehát ez az indításnál lévő. hova transformálódik el, hova tűnik, hol, hol, maradt le, melyik fájba veszett el, vagy mi történt. Hogy így, az ki, nem értem. Ami nagyon jó még egyébként az út, út fizikája, szóval azt nem a legjobb egyébként az összes játék közül, ez tényleg kimerem mondani. Mármint úgy az összes játék közül most árkádokra, jó, Forza Horizon 5, Crew, Motorfest, Uh, minden ilyesmit tehát ami itt speed, tehát most arról beszélünk, nem? Milyen Assetto korza nem kell idehozni gyerekek még gondolatszinten sem ezeket a játékokat. Ez a szimulátor, szimulátor, ez nem szimulátor, tehát ne keverjük a szezont a fazonnal. Viszont uh, igen, tehát ebben a játékban a legjobb az összes közül, és ezt kimerem jelenteni, az úton való közlekedésből, a terepútra való átmenés, a környezet és a többi, szóval hogyha az emberek arra várnak, hogy azt szeretnék megkapni, hogy egy baromi realisztikus játékot kapjanak, akkor, akkor nem fognak ezzel mellélőni. mert tény és való, hogy ez a játék, mint látjátok, a patka ilyet dob. Tehát nem azt mondom, most lehet itt vitatkozni, hogy jaj, de hát ez nem jó, értem, de ez, ez a valóság. Tehát annyi, nem törik. Tehát amikor a, 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 a törés nincs meg, de egyébként valamennyire a terep az valóságszerű, akkor ilyen idiótaságok fognak történni, de sokan erre vágytak. Ja, hát váltani néha elfelejt a kocsi, ez az egy, belefutottam, ez így egyesbe marad és nem akar sehova se váltani. Szóval, még egyszer. Megyünk itt szépen az úton, elindulunk. Nagyon jó, és lemegyünk a földútra. Onnantól kezdve egyszerűen a jégen mennél, tehát hogy, hogy, ha nincs terep gumi a kocsin, nem azt mondom, hogy nem lehet elmenni vele de kegyetlenül nehézé válik. Ha megszokod egyébként, még jobbul is, na, erről a dúrogásról beszélek. Ez szinte mindegyik, egy csíkú, ugyanolyan, mint hogy a ördög patronnal, vagy az a puki fóliával baszakodnának, tehát hogy csak nagyon élesen csinálja és hangosan. De innentől itt földúton nem tudsz nem tudsz közlekedni. Szóval, hiányzik a tuning, a versenyek változatossága, mindent összeszámolgattam így fejben nagyjából, 4 millió 38 ezeren van. Nagyjából, ha minden autó, amit megvásároltam, mindegyik autót idevetem, veszem, számolok nagyjából, legyen 6 kötőjel 7 millió 35 óra alatt. Na most, a játékban egy königszeg, egy Bugatti, egy stb. az olyan 10, 8 és 8,9-13 millió. Most, mielőtt levésnéd azt a kommentet, hogy hát de, így legalább az autó értékes lesz, igazad van, nyertél. Az autó tényleg értékes lesz, mert 40-50 óra játékod kell, hogy legyen, de legyen mondjuk 40, hogy legyen egy Bugatti, ami nagyon jó. De a második Bugattinál már 80 órád lesz. A negyediknél pedig 160. És hogyha így haladunk, akkor eljutunk arra a szintre, hogy 1000 óránál lesz majd 10, 15, 20, 30 autód a 100-ból. Amikor már azért a többi játékba igen-igen maxos leszel. Ez szerintem gond. Nem azt mondom, hogy hamar lehessen a dolgokat gyűjteni, vagy gyorsan. De ennyire azért ne lassan. Úgy, hogy ebbe a játékba az egyetlen dolog, amit megvehetsz, az, az, az autó. Semmi más nem tudsz. Nem tudod építeni. Ha egy autó megvan, mit csinálsz vele 30 óráig? Csak azzal versenyzel? Hidd el nekem, borzasztóan unalmas lesz egy idő után, és ezért is fogom ezt a játékot abba hagyni. Ugyanis, gyerekek, 95%-ban felfedeztem az összes utat. Ezt azért tettem, mert Szó szerint 95% egyébként, még 5% hiányzik. De Ezt azért tettem, mert százalékonként annyi XP-t ad, 10 tízes szinten vagy. Tehát 10-nél 1000, 20-nál 2000, 30 százalék fölött százalékonként 3000, és ugye 80 fölött már 8000-eket dobál. Na most, így tudtam eljutni a 40-es szintre. Ugyanis, hogyha ezeket a szaros versenyeket csinálom, akkor ez ad nekem 2500 XP-t. Ha új verseny, akkor talán 4000-et is. De nekem ahhoz, hogy a következő szintet elérjem, ugye itt rámegyünk szépen arra, hogy reputé, igen, erre, tehát hogyha én itt szépen meg szeretném csinálni a következő szintet, ami a 45-ös, az ugye 45-ös szintet el akarom érni, az azt jelenti, hogy ugye kéne haladnia a karakteremnek fölfelé. Ami 40.950 pont ezen a szinten. Szóval 20 versenyt kell kb. minimum megtenni, jó helyezéssel, hogy egy szintet lépjek. Illetve nem 20, 10, 20, 20, kb. 20, legyen 15-20 között. Na most az, a, hogy a következő 150-200 verseny kell még az 55-ös szintig, ott erősen elgondolkozom, hogy elment az eszem. És hogy mit kapok szintenként, csak egy kis érdekesség. Felolja nekem a workshop upgrade-et 45-ös szinten, hogy egyel nagyobb tuningok legyenek. Felolja a Hypercars New Arrival Hypercars, nem tudom mit jelent, meg ez a The Crown Jewels. most elmondom nektek, ez a Ferrari és Lamborghini is feloldás, ami bejött. Ez annyit tesz, hogy ez a két bolt megnyílt. Aha. Kb. 20 as szintől megvan. Tehát, hogy nem kell, nem kell ez hozzá, csak menj oda kocsival, és megvan. Az, hogy tudok-e venni ferrari vagy Lamborghini-t, azt nem tudom, mert nem volt rá pénzem. Hát, hogy ilyenekre volt, de ez most pont nem érdekel. Tehát ahhoz, hogy komoly versenyekhez már komoly autó kell, ezek inkább ilyen Kocsikázásokra jók, mert attól függetlenül a Countach az zseniális, meg a Miura is nagyon jó autó, de ez már kéne, hogy versenyezzek. Ugye? De hát ugye ezek nem tudják. Uh, szóval, hogy lesz-e valaha ilyen kocsim? Nem tudom. Hogy eljutok-e addig, hogy ennyi pénzem legyen? Nagyon nagy frissítés kéne, hogy igen. Szóval az igazság az, hogy a test drive végére, 30 óra után, hogy a hangok igazából szarok, csak kellett egy 30 óra, hogy az embernek már... Tehát, hogy kellett az, hogy játsszál vele, vedi, vegyél másik autót. Ugye egy autónál jó volt, a másodiknál már ugyanolyan volt, a harmadiknál, mindig ugyanolyan, a negyediknél meg már azt mondtam, hogy bassza meg, ez szar. Tehát, hogy ezért mondtam, kell a sok játékidő. Jó, a hangkeverés nagyon jó, az autó hangja egyszerűen egy idő után ilyen unalmassá, sőt már zavaróvá válik. Főleg a dúrogás, ez a folyamatos ugyanolyan pattogás. Emellett nagyon sok minden van a játékban, jó, a grafika szerintem szép, itt, nagyon, itt egyszerű, a grafikával az történt, hogy azt mondták a készítők, hogy ahhoz, hogy elmenjen mindenkinek a számítógépén, a vízen való tükröződés lehúzták, hát undorítóan néz ki, látjuk, nem illik a környezetbe. Le lehet húzva, nem tudtak mit csinálni ezzel az egészen, hogy jó legyen, de mondjuk az út meg jól néz ki, a fák is jól néznek ki, az eső is nagyon szép, van ami nem szép annyira, de valami meg szép. Tehát itt vissza lehet butítva egy dolog, hogy ne legyen annyi probléma pc PS-en, konzolon, mondom, xbox nem tudom. Szóval összességében unalmasak a versenyek. Borzasztóan nehéz az AI de hogy ilyen eszméletlen, egyik versenyen megvenem, a következő 30-eket kapok. Szóval még szarul is van optimalizálva, de legalább hibáznak. Ezen kívül értelmetlen a játék, nem lehet, nincs miért játszani, nem kapok tuningokat, nem lehet optikailag semmit fejleszteni. Leszarom, hogy régen se lehetett a test drive val 2024-ben mindenbe lehet. Hát még a Snowrunner is több tuningot tartalmaz, mint ez a játék. Ez itt szerintem probléma. Mert a játékosoknak szüksége van, már az ingerek megváltoztak, teljesen más lett a játékélmény teljesen másra vágyunk. Tehát, hogy ez már így kevés. Nincs miért játszani. Annak az embernek javasolnám ezt a játékot, aki egy olyan játékra vágyik, hogy 20-30 óra beletétele után tud magának venni egy autót, amivel a következő 20-30 órában majd elkocsikázgathat, ugyanolyan, ugyanolyan, tök ugyanolyan versenyeken részt vehet, aztán a következő 20-30 óra elteltével megveszi a következő autót, hogy megint 20-30 óráig majd játszadozzon bele. Na, ezeknek az embereknek való az a játék. Senki másnak az ott a világot. Se drift, se drag, és semmi. Tehát hogyha mondjuk oda a crew mellé, nem az, hogy összehasonlítgassam, mert ugye teljesen más játékról van azért szó, de hogy vannak ezek a fitek, abba is van, csak abban mondjuk 6 féle van, ebbe egyféle. féle. Vannak versenyek, ami mondjuk a króba is van, ebbe van háromféle, féle, abban van mondjuk 8 féle. Akkor ezen kívül vannak autók, abba is van, ebbe 100 van, abba 700. Ebbe vannak ilyen teleportálási pontok ezekre a pontokra, de mondjuk ha neked itt van egy verseny, mondjuk, mert van, ahol itt is van például egy verseny, ide akarsz menni, akkor teleportálsz a legközelebbi pontra, ami valahol mondjuk itt van, és akkor még három percig mész ide. Szóval lehet teleportálni. A króba is, csak ott nagyjából mindenhova, legalábbis az összes filtre, versenyre, mindenhol. Higgyétek el, ide után baromi unalmas, hogy nem tudsz oda teleportálni, hanem ide kell, és még el kell menned. Rettetesen idegesítő. Ezen kívül van nagy térkép, a króba is van, csak még nagyobb lehet benne tuningolni, a krúban is lehet, csak a optikailag is. Van benne nagy open world, ahol vannak tereprészek, ahol nem lehet közlekedni, a Forza Crew Need for speed lehet. Van benne egy minimális sztori, de az az igazság, hogy a Forzának sincsen sztoria, de ennél sokkal nagyobb van. Tehát, hogy ennél sokkal, sokkal nagyobb. Még a krúnak is az átvezetői tekintve sokkal több van, pedig a Motorfestnek sincsen sztoria, csak ugye ilyen motor sportok, vagy, vagy, ilyen motor kategóriák vannak, ilyen tuning műhelyek, szóval nem tudom, ezt ilyen minden, ami az autósporttal kapcsolatos, vagy motor sporta, abban van, még abban is több az átvezető. Ebben vannak ilyen klánháborúk, nagyon jó, abban meg van számít például, de szerintem még a, a forzában is több van, de azt nem tudom. De a krúba ott van a számít, ahol emberek ugyanúgy emberek ellen játszhatnak. A összességében az a véleményem, hogy ebben a játékban vannak dolgok, amik jók. De minden másban sokkal több van. És valaki, tudom, hogy azt fogja írni erre, hogy de Gergő, minden kezdet nehéz. Ez így van sokkal nehezebb majd autós játékot megcsinálni, hogy jó legyen. De erre nekem az a válaszom, hogy akkor én ezt így bezárom, letörlöm a következő update és amikor majd kijön a következő update, amiben már lesz új content, akkor majd játszok vele akkor. Tehát nem fogok egy játékkal, és szerintem a legtöbb player nem fog egy játékkal azért játszani, hogy majd esetleg egy-két-három év múlva az érkező update után azt mondhassuk, hogy na most már jó, mert akkor kellett volna igazából kiadni. A GDM, a Japanese Drift Master, lehet, hogy kisebb térképpen rendelkezik, vagy mappal, mint ez, az lehet. De már most többet tud, és még nem jelent meg csak a bét a demója, de már most többet tud, mint ez a játék. Tehát lehet valami szép, Lehetnek benne faszak, kocsik, lehet benne nagy térkép, lehet benne pár körverseny, meg sprint verseny De hogyha csak ennyi van, akkor az sajnos az így egy eszméletlenül kis valami És sajnos igen, 2024-ben ez kevés, nem Test Drive néven kellett volna kiadni Így kell mondani, ez a játék jelenleg mindent összevetve, sajnos a szerverhibákat is, a konzolos hibákat is, mindent Jelen pillanatban ez a játék egy nagy szar Szóval gyerekek, hamarosan egy új videóban találkozunk, és megyünk tovább, megnézzük, hogy mik jönnek, mi jön még, van-e valami újdonság, úgyhogy, ja, jók légyetek, acsi mindenkinek, szevasztok!